nagyon súlyos, hogy szétmarnak ezek a szúnyogok. Szegény Magdi. Kis szarvás. Nem, figyelj, begennyesedik az egész. Ezek ebben megesznek. Fenisztil. És olyanon nincs például. Én nem hiszem rá, mikor te felisztél, így leszem sapkáját. Én hullafáradt voltam, mondom, most már éjfél előtt így lefektem aludni. Lefeküdtem az ágyba, és így jöttek a hangyák. Ezt tudod, milyen élmény az? És így, és akkor, ne, hát ugye ott éjszaka nem teszem rendbe, hanem átmentem egy másik szobába aludni, Bori is ott aludt, és akkor másnap megkerestük, hogy hol jöhet be. És volt a konyhában egy ilyen, a csempénél egy rés. Ilyenkor van ez a Protect nevű cucc, és akkor két oldal, tudod, mint ez a Westland hősök, így meg fújkálom az egész lakást. De nekünk ilyen még nem volt, és ezek szárnyas hangyák, ami repül. Így úgy volt, hogy így, és így éreztem, hogy jönnek rá. És a szobányban is volt egy ilyen rés, azt is megkezdtem, és már faszat tegnap. És sátán kacaj hagyja el a számot abban a pillanatban, amikor oda fújjuk. Gabi, rám csöpögtetted a vizedet a hajadról. De! Nem tudom, hogy megvizeltet. Az, miért vagyok én fiúkkal? Átnék a lány szobába. Hadd nézd már ide! Mi? Ne te nézz ide. Remény magot hincs, a szívemen kinyílt, virágokba rejtelek. Szemedben a tűz, a mindenségbe fűz, félve nézem kertemet. Rózsaszírom hult, s a talpunk alá bújt, egy füllett vörös gondolat, mi bennem élt, és benned élt, bennem élt. Oh, ahogyan a szél a tűzhöz él, lángolunk és újra forra fél. Egy nap fogyatkozás, ahogyan a szél a tűzhöz ér, lángolunk és újra forra fér, szívünkben az égi dobbanás, olyan, mint egy nap fogyatkozás. Remény magot hincs, a szívemen kinyílt, virágokba rejtelek, semmi peremény, mindegy szövén.